magyarság, tudomásul kell venni, hogy az emberiség felső 10%-ában van, gazdaságilag, életszínvonalban, minden tekintetben. A síjászatban két út van, az egyik a íjász útja, ami befelé vezet a belső világunkba. Minden lövéssel egy picit az íjász közelebb tud kerülni önmagához. A ló pedig a külvilággal való kapcsolatot szimbolizálja. Tehát az, hogy én a lóval hogyan bánok, az mutatja meg, hogy a külvilággal én milyen viszonyban vagyok. Most akkor, amikor én lovas íjászom, akkor ez a két dolog jelenik meg, két dologra kell figyelni, kifelé és befelé. Egy vágtató lóhátán el kell találni a célt, és ahhoz, hogy egy vágtató lóhátán a célt eltaláljam, ehhez nem elég koncentrálni, hanem összpontosítani kell. Nekem egyszerre kell harmóniában lenni a lóval, és egyszerre rugalmas kapcsolatban lenni a céllal. Ez az összpontosítás. Most, hogyha ezt kulturális területekre vetítjük át, ugye, amit én nagyon sokat hangoztatok, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek, akkor itt egy rugalmas kapcsolatban vagyunk a hagyománnyal. Ami azt jelenti, hogy a hagyomány az nem a bőgatya meg a fütyülős barack, hanem évezredek tapasztalata. Évezredek tapasztalata, ami magába foglalja az ártéri vízgazdálkodást, a gyermeknevelést, a társadalmat és a gyógynövényeket is. Tehát ez egy hatalmas tudásanyag. De ahhoz, hogy én élni tudjak, kell egy olyan intelligencia, ami megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől. Vagyis nem tudok a 21. századba átemelni a teljes 9. századot. Hanem vannak olyan értékek, amiről én azt gondolom, hogy érdemes továbbvinni. Most az ember útja során, ugye a kommunisták azt énekelték, hogy és a múltat végképp eltörölni. Most vagy a múltat végképp el akarják törölni, vagy regresszióba akarnak élni. Tehát, hogyha megnézzük a hagyomány rossz értelmezését, akkor az egyfajta regresszió. Ha megnézzük a haladás egyfajta rossz értelmezését, akkor töröljük el, ami idáig volt. Ezt csak egy összpontosítással tudnánk létrehozni, mégpedig azzal, hogy figyeljük a tradíciót, figyeljük a hagyományokat, figyeljük az évezredek alatt felgyűjtött tapasztalatokat, egyik szemünkkel, a másik szemünket meg a 21. század technikai civilizációján tartjuk, és megnézzük azt, hogy ebből a két dologból mit tudunk létrehozni. A lovasíjászat, mint harci művészet lehetőséget ad a harcos számára arra, hogy egy ilyen katonai, hagyományőrző rendszeren belül egy belső utat tudjon járni, egy önismereti úton tudjon járni, és a világ megismerésére tudjon törekedni. Ezek mindig is voltak. Egész egyszerűen fölismertem az íjászatba rejlő lehetőségeket a személyiség fejlesztésére, hiszen elsősorban saját magamon gyakoroltam, én alapvetően egy introvertált gyerek voltam, nekem egy komoly kihívás jelentett a boltban egy kiló kenyér elkérése, és amikor én elkezdtem a lovasíjászattal komolyabban foglalkozni, akkor nekem nagyon nagy lelki terhet jelentett a versenyzés, a megjelenés, a bemutatók, és akkor azt mondtam, hogy nosza, nézzük meg, tudok-e valamit javítani ezen az introvertáltságon, tudok-e valamit változtatni ezen a kelet-európai berögzöttségen, hogy merjünk kicsik lenni? Tudunk-e valamit változtatni azon, hogy mi egy vesztes nemzet vagyunk? És a többi, és a többi. A bemutatók számomra kettős célt szolgáltak, egyrészt megismertetni a világgal magát a lovasíjászatot, számomra meg a legmagasabb szintű stressz helyzetet. A lovasíjászat az nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a személyiségem kialakuljon. Látva ezt a lehetőséget, én már ezt a rendszert így adtam tovább, és ami a legfontosabb, hogy a másodlagos hatások az elsődlegesek. Mi az elsődleges hatás? Maga a lovasíjászat. Az, hogy egy vágtató lóról lövök. Ez az elsődleges hatás. Mi a másodlagos hatás? A közösség. A közösségbe való együttműködés. A gazdaság, hiszen a lovasíjászat a lóra támaszkodik, a ló pedig egy gazdaságra támaszkodik. Tehát nincs lovasíjászat ló nélkül, és nincs lógazdaság nélkül. Ennek a gazdaságnak a fenntartása, a logisztikája,
Maga az a szemlélet, hogy tartsd a jószágot a természete szerint, megtalálni a harmóniát a sportban, a gazdaságban és az állatokkal való együttműködésben, ez egy másodlagos hatás, és én ezt fontosabbnak tartom, mint azt, hogy valaki jó lovasiász legyen. Jó tagja legyen egy közösségnek, jól működjön egy gazdaságban, harmonikusan tudjon együttműködni egy élőlényel, adott esetben egy lóval, harmonikusan tudjon együttműködni a környezetével, építsünk föl egy olyan gazdaságot, ami fenntartható. Természetesen a világ legjobb lovasiászai képződnek itt, hiszen a rendszer nagyon magas követelményekkel működik, és pontosan ennek köszönhetően egy nagyon magas szakmai szintet tudunk tartani. Vagy az egyénre koncentrálok, vagy a közösségre koncentrálok. Én azt mondom, hogy bizony az egyén a legfontosabb. Az egyén a legfontosabb. Na de azt is el kell, hogy mondjam, hogy egy egészséges egyén csak egy egészséges közösségbe tud felnőni. Tehát ezek szétválaszthatatlan dolgok. Tehát én hiába kezdem magasztalni az egyént, hogyha nem teszem lehetővé egy jól működő közösségnek a létrejöttét, hiszen ahhoz, hogy felnőjön egy normális ember, legalább egy falura van szükség. Tehát én az egyénre fektetem a hangsúlyt, számomra az egyén a fontos, de tudom azt, hogy egészséges egyént csak egy egészséges közösségben lehet felnevelni. Hogy minden egyénnek van-e valami fajta elrendeltetése, ezt én nem tudom. Nem gondolom, hogy így lenne. Tehát amikor általánosít az ember, szerintem téved. Most itt szeretünk általánosítani, hogy mindenki. Hát szerintem nem. Szerintem nem így van. Azt, amit én tapasztaltam, hogy különböző öntudati szintek vannak. Tehát a társadalomban nincsenek az emberek azonos öntudati szinten, nincsenek saját magukkal, a környezetükkel egyformán kapcsolatban. Az, hogy ki hogy találja meg a helyét a világba, ahhoz szerintem nagyon fontos, hogy öntudatra ébredjen. Úgy halad a micsoda, ha tudja, hogy kicsoda. Tehát először is tudnom kell, hogy én ki vagyok, ismernem kell a saját képességeimet, és ennek a saját képességeimnek a kibontakozására kell nekem egy utat találni. Azért hangsúlyozom a lovasiászat harciművészeti voltát, mert ugyanazt az utat járják be a tanítványaim, amit én bejártam, mert azt tapasztaltam, hogy ez jó. Tehát amikor én egy tanítást adok át, akkor én mint tapasztalás ezen az úton már végigjártam. És ezeken a tapasztalásokon keresztül egy jobb önismeretre tudnak szert tenni. Amikor felfedezed a saját képességeidet, és megtalálod azt az utat, ami a képességeid legjobb kiaknázására mutat, tehát én azt tudom mondani, hogy lovasiászatra születtem, de azért tudom ezt elmondani, mert megtaláltam az utamat ebbe a dologba. Most, hogy ez mennyire van elrendelve, és hogy hogyan alakítja adott esetben a Jóisten, a Mindenható, vagy nevezzük a szerencsének, vagy bárminek egy ember életét, ezt én nem tudom, mert ember ezt nem tudhatja. De én azt tudom, hogy a helyemen vagyok, és ezt onnét tudom, hogy azt csinálom, amit szeretek. Én veretlen vagyok eddig a lovasiászatban, és Guinness világrekordokat hoztam létre. Ezek mind egy harcművészeti út melléktermékei. Amire büszke vagyok, és ami engem borzasztóan boldoggá tesz, az a közösség, amit létrehoztam. És talán eltörpül az egyéni sikerekbe fektetett erőfeszítés ahhoz, hogy mekkora erőfeszítés kell egy jó közösség létrehozásához. Ez most a legnagyobb kihívás, hiszen a 21. századi ember az a közösségek hiányától szenved. De nincsenek jó közösségek. Az, hogy együtt sörözünk, az még nem egy barátság. A munkában mutatkozik meg, az egymásra utaltságban mutatkozik meg, a közösen szervezett dolgokban mutatkozik meg a barátság és a közösség. És hát ennek nagyon nagy híja van a világban, mert rendkívüli komoly energiát és odafigyelést igényel a másik. A másik. És azért most úgy szocializálódnak az emberek, hogy atomizálódjon a társadalom. Tehát ha én nem fektetek hangsúlyt a nevelésben arra,
hogy közösségi embereket hozzak létre, akkor nem lesznek közösségi emberek. Ha én nem tanítom meg a gyerekeimet az együttműködésre, akkor nem fognak együttműködni. Ez ilyen egyszerű. És miután ezek a panelek nincsenek meg, atomizálódik rettenetes erővel a társadalom. Miután a lovasiászat egy magyar harci művészet, van egy egyetemes része, azt gondolom, és semmiben nem tér el mondjuk egy japán vagy egy kínai harci művészettől, hiszen az alapelvek azonosak. Ami mondjuk különbség egy kínai meg egy japán harci művészet között, az a kulturális alap. Most ugyanez a helyzet nálunk is, akkor más kulturális alapokon vagyunk, ezek, amiket én nagyon fontosnak tartok, hiszen minden harcművészeti iskola a saját kulturális alapjaira támaszkodik. Rengeteg ilyen elem föllelhető a lovasi jászatban. Például a jurtarend, tehát hogy ülünk le egy jurtában, úgy ülünk le egy megbeszélésre, hogy itt vannak a táncaink, a somogyi ugrós, az kiválóan alkalmas arra, hogy egy 300-as Iranban véglehajtott lovasiász edzést talajon le tudjunk követni, hiszen ha minden egyes ugrásból lövést adok le, az egy 300-as Iramnak felel meg, és egy kiváló fölkészítés. Tehát nem kell törni a fejemet, hogy most milyen gyakorlatok tegyek be, itt van a magyar kultúra, somogyi ugrós, itt van a zene, itt van a tánc, megy, lövünk, és létrehoztunk valamit. Nagyon fontos a kommunikáció az, hogy egy mester és tanítvány között milyen viszony alakul ki. Nagyon fontos a férfiak, nők társadalmi szerepe alapvetően. Tehát nem tudjunk mi ettől elvonatkoztatni. Tehát lokálisan minden egyes harci művészet a saját kulturális talapzatán van, globálisan pedig valahol egyetemes, hiszen ugyanazokat az elveket vallja. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy nemzet a saját történelmére, identitására, karakterére támaszkodva alakítsa az életét. Ha ettől nagyon el akar térni, akkor könnyen bajba kerülhet. Tehát meg kell találni az egyéni sajátos útját a világba. Akik ezt jól csinálják, azok nagy nemzetté tudnak válni, akik nem, azok eltűnnek a színtérről. Az nagyon fontos, hogy egy nemzetnek legyen egyfajta józan önértékelése és önbecsülése. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne értékelje túl magát. Az egy hiba. De ne értékelje magát alul, mert ez is egy hiba. Most amikor azt mondják, hogy a magyarok milyen széthúzóak, hogy itt mekkora lövészárkok vannak jobb és baloldal között, akkor nézzük meg Franco korszakát Spanyolországban. Nézzük meg, hogy mit hozott létre a fasizmus, nézzük meg, hogy a kommunizmus mit hozott létre, mondjuk Sztálin Oroszországát nézzük meg. Tehát akkor, amikor itt megy a jajveszékelés, hogy mennyire megosztott ez a nemzet, akkor nézzük meg valóban megosztott nemzeteket, ahol egymást ölték. Ahol egymást ölték azok, akik nézetbe eltérnek egymást. Tehát hol vagyunk mi ettől? Hol vagyunk mi ettől? Én nagyon sokat hallom azt, hogy a magyar milyen irigy, hogy bizonyos felmérések bemutatják, hogy a magyar gyerekek mennyire buták. Én nem ezt tapasztalom. Én a világ minden részén tanítok, és egyáltalán nem látom azt, hogy a magyar ember ilyen katasztrofális szellemi és lelki állapotban lenne. Szerintem ez egy kicsit túl van lihegve, ez a dolog. A magyarság tudomásul kell venni, hogy az emberiség felső 10%-ában van, gazdaságilag, életszínvonalban, minden tekintetben. Én jártam Afrika, Ázsia bugyraiban, én láttam nyomort, én láttam szegénységet, én láttam valóban szegény nemzeteket, láttam a magyarnál lényegesen szegényebb nemzetet boldog emberekkel. A magyar történelmi tanításnak vannak bizonyos anomáliái, az, hogy gyakorlatilag nekünk nincs őstörténetünk, az, hogy a tudományos élet a szembefordult a legendákkal. Na most, amikor egy népet szembefordítják a saját legendáival, akkor az egy tudathasadásos állapotba kerül. Nem tudjuk, hogy ezek a legendák igazak-e, de ezek legendák. Mi ezek szerint a legendák szerint éltünk ezer éven keresztül,
azt szerint éltünk, hogy mi Attila unokái vagyunk, és mi a szkíták leszármazottai vagyunk. És ezt az 1800-as években a tudományos világ megváltoztatta és behozta a finnugorizmust, és szembeállította a népet a saját legendáival. Én azt gondolom, hogy egy népnek együtt kell tudni élni a legendáival, és együtt kell tudni élni a legújabb tudományos kutatásokkal, amik próbálnak leásni évezredeket és tudományos alapossággal kutatni ennek a népnek az eredetét, az útját, a szokásait, a rendjét. Sajnos ez szembe lett állítva ez a két dolog, és hát ez egy jóvá tehetetlen hiba. A másik pedig az, hogy történelem-tudományról beszélünk, holott a történelem nem tudomány a maga tudományos értelmében, hiszen egy szemléleti ágazat, ami azt jelenti, hogy minden esetben a szemlélő határozza meg azt, hogy hogy ítél meg egy adott történelmi helyzetet. Ami azt jelenti, hogy én még ellenforradalomnak tanultam az 56-ot, de a lányom már forradalomnak tanulta. Tehát ez egy szemléleti kérdés. Honnét nézem? Tehát a kommunista hatalom szemszögéből ellenforradalom volt. Ahogy a rendszerváltás megtörtént, forradalomnak kiáltottuk ki, most menjünk 1000 évet vissza az időben. Folyamatosan szemléletekkel találkozunk, nem találkozunk olyan szintű objektivitással, amiből egy olyan tiszta képet lehetne alkotni, hogy biztosan fogalmazzunk meg bizonyos dolgokat. Amíg egy kultúra él, addig élmény. Amikor egy kultúra halott, akkor információ. És én nem akarok információt átadni a gyerekeknek, én egy élményt akarok átadni, és az élmény hatására aztán lehet, hogy elkezd érdeklődni a magyar történelem iránt, hiszen itt látott egy olyan lovasiászt, hogy eltalálta a célokat, jurtát, lovat, íjat, kipróbálhatta, kapott egy élményt, és hogyha őt ez a dolog megfogta, érdekli, akkor utána tud nézni ezeknek a dolgoknak. Ezek a gyerekek már egy posztmodern térbe születnek bele, olyan hatások érik őket, amiket én föl se tudok mérni és föl se tudok dolgozni. A gender, a PC, a Me Too, tehát ezek mind olyan dolgok, amik az ő életükben bizony egy nagyon komoly realitást fognak jelenteni. Én még ezeken a dolgokon olyan fanyar mosollyal nézek, de 1848-ban Marx megírja a kommunista kiáltványt, és hát akkor is így néztek rá, hogy jó pofana, jó, hát persze. Nézzük meg 100 év múlva a világot. A baloldal az totalitáriussá fejlődött a kommunizmusba. Iszonyatos mészárszéket csinált a világból. Mi történt a jobb oldallal? A fasizmust hozta létre. Tehát ezek jobbító szándékú eszmének a szélsősége. Hát nem azzal a céllal törték a fejüket emberek a társadalom megváltoztatásán, hogy meszes gödörbe kerüljen a társadalom egy jelentős része, hanem próbáltak valamit jobbítani, próbáltak valamit változtatni, próbáltak valamit behozni, de totalitáriussá vált, és az, hogy milyen pusztítást végzett a fasizmus és a kommunizmus, azt látjuk. Ma a liberalizmus totalitáriussá válását látjuk, és el se tudjuk képzelni, hogy ez még mit hoz, ez még csak bontogatja a szárnyait. Hogy mi a magyarság fennmaradásának az esélye, hát ezt nagyon nehéz meghatározni, ezt azért borzasztóan nehéz, mert itt azért a nagyhatalmak döntenek akkor, amikor átrajzolják a világ térképét, de egy biztos, hogy azoknak a népeknek nagyobb a fennmaradási esélye, akik fönn akarnak maradni.